Itt mindenki gyerek, nem? Úgyhogy elnézést előre is, hogy mindenkit tegezni fogunk. Mindenkit. Még megmondtam, mert már mondok szlovákul, mert ezt mindjárt fogjátok érteni. És hogy tudják azok is, hogy ne kelljen fordítani. Prvé rade by som vás chcel všetkých ako veľmi srdečne ako privítať. A ja fakticky s tým, keď poviem, že ďakujem, ešte raz ďakujem. Lebo za to, že ste tu všetci, tak ako ste tu, tak to je pre mňa veľká radosť. To si neviete predstaviť, či ako som túžil za vami. Za všetkými. Skutočne. Neviem, či vy to cítite, ale ja to tak strašne cítim. A hoci kto ma volal, tak to musel cítiť. Mne pred 2 rokmi zomrel spolužiak. Už neprišiel na naše stretnutie. A keď sme mali minulý rok stretnutie, tak sme tak uvažovali, že kto asi mohol byť ten najbližší spolužiak. A všetci jednoznačne povedali, že vy si Píša. A prečo? Preto, kto vie ako dať na jednu váhu, že ja som dal toľko tomuto a tento mi dal toľko. Ja som istotne nedal toľko lásky tomu spolužiakovi, ako on dal mne. Takže ja sa snažím teraz prevzať od neho túto funkciu a neviem, či sa mi vôbec podarí. Fakticky tento program bude taký, že teraz bude ako triedna schôdza, alebo ostáčujeme kých. Toto bude v takom nostalgickom, alebo ako v takej atmosfére. A potom pôjdeme na cintorín, tam fakticky za tých našich dosnulých spolužiakov urobíme také komické, tak aby sme sa smiali a nechcem tam spomínať žiadne choroby a tak ďalej. Veľmi sa ospravedlňujem pre tých, ktorí nerozumie ako maďarsky, ale od tejto chvíli zase odpovedňujem maďarsky. Felkérem most a tanítónémit, hogy tartsa meg a osztályfőnök. Még egy ilyen technikai probléma, vagy információ, hogy mindenki, aki kiretődik az iskolánkból, ez 50 éve, hát nagyon szeretnénk, hogyha arról beszélnénk, hogy igazán ledettük a pionír esküt azelőtt egy pár évvel, és ígértük, hogy építeni, meg szépíteni fogjuk, meg védeni hazánkat, hogy milyen módon csináltuk ezt, és hogyha elmondja az illető a életrajzát, és a tanítóni úgy értékel, hogy megkaphatja újra a pionír megkendőt, akkor megkapja. Jó? Átadom a szót a tanítónéninek. Nem tudom, hogy kell-e mikrofon, vagy oda beszél. Nem, én azt hiszem, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiunkat. Sokuk számára én biztosan ismeretlen vagyok, ugye, ha bár itt ebben a községben, Almágyban itt tanított már 1959-től. Sokan vagyok én ide, kérdezhetnék, sokan ugye. Hát 59-ben, amikor
iskolai versenyeken neki emlékszik, ő a terepfutatra volt. Igen. Első. Igen. Tiszteletet adunk minden jó cél, és utána csak már úgy beszélünk.
elkerültem Sejlebi szövetkezetbe. Ott dolgoztam 27 éve. Ott mint traktorista, gépkezelő, és utána a transformatorzénbe, a skolába, 12 éve, igen, 12 éve dolgoztam. Majd hazakerülve itt van már. A család körül és otthoni munkákat végezte. Majd Precsaszti, hogy mondjak, a tigereléti invalidként is dolgozva mentem. Van három gyerekem, az egyik 41 éves, 40 éves és 35 éves. Egyik magyarban él a legkisebb, az egészségügyi szöszprat, másik kereskedelmet végzett, a középső a fiú, az még sehol szólt. Egyik 22 éves, 23 éves, másik 7 éves, 14. Kedves osztálytársaim, én leírtam, amit akarok. Nagyon örülök, hogy találkoztunk, mert sajnos azokkal, akik nem itt laknak, talán az 50 év alatt egyszer sem találkoztam. Örülök mindenkinek, aki eljött. Volt, akit én szólítottam meg a Pityu kérésére, és nagyon örültem annak, hogy igen mondott. Annak ellenére, hogy különböző családi, egészségi problémákkal küzd. Aki nem jött el, azt is nagyon sajnálom. Például Vince Éva, ő is, amikor összefutottunk a répetben, amikor Rivaszombatban egy nagyon kedvesebb, megmutatkozott, mint most beteg, így mondja a család. Röviden magamról. Tornájon végeztem a mezőgazdasági technikum, ekonómiai szakon 68-ban. Dolgozni kezdtem itt a szövetkezetben, olyan 30-valahány évig dolgoztam itt folyamatosan, mint könyvelő. A szövetkezet akkor egyre nagyobb lett, 4 falut összpontosítottak, voltak 400, sőt néha több dolgozó is. Mindenkinek volt munkahelye, fizetése rendszeresen. Havi 14 évig főkönyvelő voltam, ebben az időszakban Agó Csernik osztálytársunk volt, a szövetkezet elnöke, jó főnök volt. A férhez mentem, a férjem is Agó Csernik, ő is itt dolgozott a szövetkezetben. Sofőr körött ő is, vagy 35 évig, közben építkeztünk, 10 évig magangazdag voltunk. Amikor nyugdíjba mentünk, abba hattuk, nem volt egy könnyű időszak, van egy fiunk, aki ebben az évben lesz 40 éves, a geodézia, a feleségem, minden nővér, Hajnalcskőben. Van két kislányon, 11 és 8 éves, akik még ebben is valamit. Amikor Pityu felhívott és adott egy 3-4 nevet, vagy telefonszámot, lakcímet keresni, úgy gondoltam, hogy ez a találkozó ennyi év után nem jön össze. Hát sajnos kérem, hogy senki ezt csalódom, egy ilyen szép számmal összejöttünk, és mindenki megtisztelt. Bennünket, tehát egymásra a mai napig kíváncsi. Aki eljött, annak mindenkinek örülök, ennyi év után is viszont látni egymásnak. Köszönöm, igen. Köszönöm.
találtam ki. Egy 9 osztályt. Hát utána befejeződött vele az iskola. Választása végén. Hova tovább? Hova is mentem volna a szüleimtől, a mezőgazdaságot ismertem a legjobban. Így a mezőgazdasági területet választottam. Tornájára kerültem. A mezőgazdasági műszaki középiskolában. Növénytermesztés, állattenyésztési szakon. Azt elvégeztem. Utána elkerültem gyakorlatot Nagy-Balogra. Majd onnan, amikor egyesült egy szövetkezetet, hazahívtak Álmányba. Közben megnősültem, és itt vertem gyökeret. Majd telepi zootechnikus, aztán szakasz zootechnikus, specialista, aztán fő zootechnikus. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy oda kerültem egy olyan helyzetbe, hogy a vezetőség úgy gondolta, hogy engemet választ meg a szövetkezet elnökének, amit az igazságot megvallva olyan nagy feladatnak tartottam, hogy 3 napig nem is tudtam aludni. Én fiatalom, hogy tudok ezekkel az idős tapasztalt emberekkel szót érteni, mit értek én ebből? Elment egy darabig, jó sokáig, egészen majdnem a rendszerváltás, mert akkor aztán jött egy újfajta szisztéma, a magánosítás, a reprivatizáció, az új magángazdaságnak a létrehozása, és ez megint egy trauma volt egy bizonyos idő után sok embernek, mert újra kellett kezdeni. Volt, aki belevágott, úgy gondolta, hogy megyek, de nehéz volt eszközök nélkül, nehéz volt igazságosan szétosztani az eszközöket. Most az unokáimnak szentelem az időt, ővelek járni. Iskola került, ispagolt is. Sokat. És nagyon sokszor versenyt is futva, és arra jöttem rá, már éve maradtam. Tehát ez az öregség jele, amikor az unoka, kérem szépen már, ott hagynak el a lakárnak. De egyben öröm is a számomra, hogy ezt megérhettem. És az is öröm a számomra, hogy veletek itt találkozhattam újból, akikkel annak idején az iskolatokat együtt oktattuk. És kérem a Jóistenit, hogy segítsen benneteket, és mindenhozat éve hátra időben. Köszönöm. Köszönöm. Thank you.
9. osztályból, én 40 évig itt dolgoztam a szövetkezetben. Hát jóformán álmodból, sédébb, sódébb, kise voltam. 20 évet a növénytermesztésbe, 20-at még a cipőgyarban, mint varrónőként. Ott van két fiam, két menyem, 30 évvel. A férjemben 46 év óta élek, együtt jóban, rosszban, halva, jóistennek. Hát, a nagyobbik fiam, polgármester volt 12 évig, most vállalkozó Gattőrral foglalkozik. A kisebb fiam az bútorasztalos, ők együtt dolgoznak most, jelenleg az én örömömre is fogva ez, hogy együtt dolgoznak most. Legnagyobb unokam 22 éves, a kisebbik fiamnak a anyja az Rózsahegyre jár, főiskolára. A nagyobbik fiamnak van egy 18 éves gimnazista fia, egy 16 éves gimnazista lányka. Hát az 8 éve volt versenytáncos, ebbe az éve másodszor jött ilyen európai, nehogy szlovak bajnok. Nagyon örülünk neki, hogy most, hogy Spanyolországban is volt, Európa bajnokságban, 64 közül a 14-edik lett, 64 páros közül. Meg most még ősszel készül Moszkvába erre a világbajnokságra. Mama is jött a telefon, hogy eljöttünk ezelőtt egy óraval, hogy Avonócba vannak. Hát, na, dobogós lett most is második helyen. Hát mint ennek az unokalca körülünk most a legjobban ma a papával, sokat sirátunk, hol örömtő, hol bizony balnaktól is. De hát mindig úton van valaki a családból, mert a kisebbik menyem az Osztrálban dolgozik.
azután szeretném, hogy te közösen elénekelni a kislak áll a nagyunna mentében, vagy Pénygortla mentében, úgy is innek. És remélem, Petrik és Anna nem fog még haragudjétek. Hogy mióta
Megrepedne szíve a szíve.